2017 vége a gánai magyar kapcsolatokról szólt. Az elmúlt hónapokban egymásnak adták a kilincset a kereskedelmi és politikai delegációk hazánkban és Afrikában egyaránt. A magyar kormány a több mint két éve meghirdetett déli nyitás jegyében tavaly több szubszaharai országgal is tárgyalt, de az kétségtelen, hogy Gánával sikerült a legszorosabbra fűzni az együttműködést. Persze sokakban joggal felmerülhet a kérdés, hogy mi mit is szeretnénk egy 27 milliós nyugat-afrikai államtól. Meglepő lehet, de a gánai a kontinens egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasága, és a piac még korán sem telített. Az ország ásványkincsekben rendkívül gazdag, mégis inkább az agráriumra támaszkodik. A bányászat, a fakitermelés és a mezőgazdaság a GDP 90%-át teszi ki. Gána évtizedeken át a világvezető kakaótermesztője volt, de az elterjedő vírusfertőzés, illetve a talaj kimerülése miatt csökkent a termelés. Mégis a csokoládé alapanyaga ma is a második legfontosabb exportcikknek számít. Európát viszont ennél is jobban érdekelhetik a nemes fémek. Gánában ugyanis szinte kifogyhatatlanok az arany, mangánérc és gyémánt bányák, sőt az elmúlt évtizedben fellendült az olajkitermelés is. 2007-ben ugyanis felfedeztek egy tengeri olajmezőt, ami becslések szerint 3 milliárd hordó kőolajat rejt. Gánának geopolitikailag is kiemelt a szerepe. Afrika legsűrűbben lakott részén fekszik, a fővárostól Akrából a tengerparti utakon könnyen el lehet érni egy tucatnyi országot. Ráadásul Tema 1962-ben épült mélyvízi kikötője, a tengeri kereskedelem egyik legfőbb csomópontja. Most már érthető, hogy Magyarország miért éppen Gánában próbálja megvetni a lábát. A közeledés egyik első lépéseként a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ jóvoltából Gelencsér Tímea, a tavalyi Miss World Hungary győztese is Akrába utazhatott, ahol részt vett a 60. Miss Gána szépségversenyen. A magyar királynő tanácsokkal látta el az indulókat és életre szóló barátságokat is kötött. Timi, aki rendkívül aktív életet él és hosszú időt töltött a Közel-Keleten, a jótékonyságról sem feledkezett meglátogatása során. A HTCC ajándékait személyesen vitte el egy árvaházba. Sőt, még gyerekkori álma is valóra vált, amikor lovagolhatott a tengerparton Ada városában. Mindezekről a Globo TV Portré című műsorában beszélt. Egy hétig ott lehettem Akrában, a fővárosban, és hoztak tényleg jobbnál jobb programokra, szebbnél szebb helyekre, bemutatták a kultúrájukat, akkor tartották velem a tradicionális ételüket, és hát jótékonysági programokra is ellátogattunk, ami meg aztán tényleg nekem egy ilyen, hát most mondanám, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak, mert egyik oldalról szuper élmény volt, tehát hogy segíthettünk nekik, a másik oldalról természetesen nagyon elszomorított a helyzetük az afrikai gyerekeknek, akiknél látogattunk. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen keserédes érzés volt, hogy persze nyilván talán ami a legmélyebb nyomot hagyta bennem, az amikor ellátogattunk egy olyan iskolába, ahol sérült gyerekek laktak. És egy ölelés olyan mosolyt csalt az arcukra, hogy megöleltem őket, hogy így arra gondoltam, hogy egy ölelés nálunk az egy semmi alap, tudod. Ők meg csillogott a szemük, és nem bírtak abba, hogy nem mosolygás, mert megöleltem őket. A Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ egy másik felajánlással is támogatta a jubileumi gánai szépségversenyt. A szervezet felajánlott egy magyarországi utazást a királynőnek és a két udvarhölgynek. Így a három gánai szépség november utolsó hetében először hagyhatta el hazáját. A HTCC-nek hála a téli hidegtől kissé megszeppent lányok a Liszt Ferenc repülőtéren valódi királynőnek kijáró köszöntésben részesültek. Majd egy rövid ismerkedés és díszvacsora után kipihenhették a fárasztó utat. A lányok első teljes napjukon részt vettek a Vitamin Water termékfotózásán, majd ellátogattak Debrecenbe, ahol Miss Gána előadást tartott hazájáról a helyi egyetemen. Margaret Derry hangsúlyozta az oktatás fontosságát, és örömét fejezte ki, amiért ilyen sok afrikai diák tanulhat Magyarországon. A küldöttséghez egy napra Gelencsér Tímea is csatlakozott. Az egyetemi előadóban főként gánai származású diákok gyűltek össze, akik számára hatalmas meglepetés volt, hogy Magyarországon találkozhatnak saját szépségkirálynőjükkel.
A résztvevők kérdezhettek is Miss Gánától, sőt az előadás után mindenki elmondhatta, hogy miért szeret hazánkban tanulni. Gánai vagyok, 32 éves vagyok, és tanul egyetem agratudományi. Szeretnék buzadara, guriás. Másnap reggel a gánai delegáció ellátogatott a Zsámbéki Primus cég ásványvízpalackozójába, ahol végigkövethették, hogy miként kerül egy 200 millió éves víz a föld alul a boltok polcaira. A lányokat maga az üzem alapítója és tulajdonosa kísérte végig a gyártósor mellett. Regőci László szerint a Primus titka csupán annyi, hogy a vizet épp úgy palackozzák a fogyasztók számára, ahogy a természet azt megőrizte, mindenféle vízkezelés nélkül. A Primus ásványvízzel dönten az exportpiacokon vagyunk jelen, és olyan különleges igényeknek szeretnénk megfelelni, amit a nemzetközi piacon támasztanak egy prémium kategóriás termék iránt. Hogy mit értünk ez alatt, azt engedjék meg, hogy néhány másodpercben mondjam el. Ez a Primus ásványvíz, ami egy olyan különleges kincs, és egyre nagyobb értéket fog képviselni a világban, különleges eljárás nélkül, tehát nincs benne semmilyen vízkezelés, anélkül kerül palackozásra, ahogy azt a természet megóvta számunkra 17.400 évig. Kérem, tényleg jól hallották, 452 méter mélységből jön ez a nagyon nagy tisztaságú víz, amit 17.400 éves víz, nagyon kevés van ilyen a világon, nagyon meg kell becsülni, és úgy gondoljuk, hogy a Gána irányában is jelentkeztek igény a víz iránt, és ez nagyon nagy arra intett minket, vagy arra késztetett minket, hogy megjelenjünk a gánai piacon is. A december 2-án nyíló új nagykövetségünkön is részt veszünk a vízzel. Ott vannak vizeink a akrai nagykövetségen. Én úgy gondolom, hogy ez az, amivel Magyarország igazándiból megkülönböztetheti magát a többi vizektől, és ezáltal a többi országoktól, hiszen itt vagyunk Európa szívében. Ugyanolyan arányaink vannak, mint a testnek, a szívnek, a testhez képest, de mégis úgy tudunk ezzel dolgozni, mint egy igazi szivattyú, mint egy igazi kezdeményező, mint egy igazi motorja ennek a területnek. Én úgy gondolom, hogy a gánai nyitásunk az elég erősen mutatja a keleti és a déli nyitás politikájának a következményét, hiszen vizeinkkel Pekingtől Gánáig pontosan ezt a vonalat követtük. A politikai szereplők elvégezték azt a munkát, ami hozzásegített ahhoz, hogy a piacra lépésnek a jogi következményeinek megfeleljünk. Megnyitották a kapukat, és ezáltal mi bemehettünk és megharcolhattuk a sikereinket. Én azt mondom, hogy egy olyan kiváló partnerekkel, mint egy külügyminisztérium, egy külgazdasági ataség, és különösen a HTCC-t, és külön meg szeretném köszönni Balogh Sándor úrnak azt a munkát, amit kifejtett annak érdekében, hogy ez az ügy sikeres legyen. Akár csak Afrika többi országában, Gánában is komoly gondot okoz, hogy nincsen megfelelő mennyiségű ivóvíz. A Zsámbéki Primus azonban többször is küldött már vízszállítmányt a szubszaharai térségbe. A királynő pedig a bemutató után leszögezte: el kéne érni, hogy Afrikában is mindenki ilyen jó minőségű vizet ihasson. Gána rengeteg természeti kincsel van megáldva. Van aranyunk, gyémántunk, de sajnos vízben hiányt szenvedünk. Különösképp a vidéki közösségek. Szóval nekünk nagyon izgalmas látni, hogy Magyarországon mennyi ásványvíz van. Hála a Primus cégnek ma láthattuk, hogyan palackozzák a vizet. Lenyűgözött, ahogy a lehető legtöbbet megpróbálják megőrizni az eredeti minőségéből. Reméljük, hamarosan elhozzák ezt a technikát Afrikába is, és megtanítják nekünk, hogyan termeljünk ki több egészséges vizet. A gyárlátogatást követően a történelmi rudasfürdő épületében igazi kuriózumra került sor. A világhírű mentalista Danny Blue vezetésével szépségkirálynő csúcs találkozót tartottak, melyen részt vettek az elmúlt évek magyar győztesei és a gánai hölgyek is. Bár főként olyan egyetemes értékekről, mint a szépség, a béke és a segítségnyújtás volt szó, Danny Blue természetesen egy kis varázslatot is belecsempészett a programba.
Mindenki szeme láttára bűvölte el, és kapcsolta össze az idei magyar és gánai szépségkirálynőket. Mi másnak, mint mágikus kapcsolatnak lehet nevezni azt, hogy bár a mentalista csak az egyik hölgyet érintette meg, mindketten ugyanazon a porcikájukon érezték a simítást. A világ legnagyobb színpadait is megjárt illúzionistát különleges képességei miatt kitiltották az összes magyarországi kaszinóból, csupán fellépőként engedik be. Azt a történetet, hogy nálam a leves evése közben meghajlott a kanál, azt nem tudom hitelesen elmondani, mert nem így indult az én karrierem, hanem amikor 10 éves voltam, nagyon sok játékot játszottam a nagypapámmal, különböző logikai játékokat, memóriajátékot, ahol fejlesztettem úgymond az intelligenciámat, és szerintem ez az, ami elindított azon a pályán, hogy végül mentalista lettem. A találkozó rendkívül jól sikerült. Nem csoda, hiszen talán még sohasem volt ennyi szépség egy helyen. A lányok főként arról beszéltek, hogy mennyi minden változott az életükben, mióta elnyerték a koronát, és milyen fontos számukra a segítségnyújtás. Az első udvarhölgy, Akugameli még álmodni sem mert arról, hogy ilyen híres lesz, és hirtelen minden ajtó kinyílik előtte. Mindenki nagyon boldog volt, hogy én lettem az első udvarhölgy. A családom és a barátaim is ünnepeltek. Rengeteg új követőm lett a közösségi médiában. A legjobb viszont az volt, hogy sok fontos emberrel találkozhattam otthon és itt Magyarországon is. Először hagyhattam el Gánát, és most miniszterek és hírességek vesznek körül. Ez hatalmas lehetőség. Hazánk 2017-es szépségkirálynője Koroknyai Virág éppen a találkozó előtt néhány nappal érkezett haza Kínából, a Miss World döntőjéről. Bár saját bevallása szerint még nem sikerült megbirkóznia az időeltolódással, csillogó szemekkel beszélt egy hónapos kalandjáról. És igazából ezen a versenyen cicaharcok kevésbé voltak. Ugye ez igazából beauty with a purpose, ami ugye azt jelenti, hogy segítjük egymást a szépségen keresztül, és tényleg olyan dolgokat is tettek meg a lányok, amire így, úristen, volt olyan lány, aki odaadta a ruháját egy másik lánynak, mert késett a bőröngye. Egyébként nekem is volt egy ilyen történet, mert az egyik lánynak nem érkezett meg a döntő ruhája, ami ugye ez egy elég fontos dolog, és mielőtt kimentem a világversenyre, én terveztem ruhákat, amiket anyukám készített, úgyhogy az egyik ilyen ruhát adtam oda a hongkongi lánynak. A délután folyamán többször is szóba került a jótékonyság. A gánai lányok mind kiállnak egy-egy ügyért hazájukban. A királynő főként a szanitációra, azaz a tisztálkodásra, a védőoltásokra és a megfelelő ivóvízre helyezte a hangsúlyt. Az első udvarhölgy a gyermekek tanulásához való jogát és újabb vidéki iskolák létesítését nevezte a legfontosabbnak, míg a második udvarhölgy a női egyenjogúság kérdését emelte ki. A szavakat pedig tettek is követték. A királynők Regőci Lászlóval és a HTCC munkatársaival ajándékokkal lepték meg a Heimpál gyermekkórház kislakóit. A szülők rendkívül hálásak voltak az adományokért és azért, hogy a koronás fők megörvendeztették a kisbetegeket. A kórházak sokkal modernebbek itt, mint Gánában. Csak 2 gyermek osztozik egy szobán, otthon van, hogy több tucat. De bízom abban, hogy Gána gyorsan fog fejlődni, és nem sokára nekünk is ilyen szép kórházaink lesznek. A legfontosabb viszont, hogy minden gyermek jusson egészségügyi ellátáshoz. A kórházlátogatást követően a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ egy vacsorára is megvendégelte a gánai szépségeket, ahol megismerhették a szervezet munkatársait és céljait. A vasárnapi nap már a kikapcsolódásról szólt. A delegáció egy bőséges ebéd után ellátogatott a Vörösmarty téri karácsonyi vásárba, a parlamentbe és a budai várba is. Ez hatalmas élmény volt a lányok számára, hiszen életükben először találkoztak az európai építészet remekeivel. Reméljük sohasem felejtik el ezt a néhány napot, és Afrikába is elviszik a magyar vendégszeretet hírét. Viszont nem csak a szépségkirálynők, hanem a politikusok is kitettek magukért az év végén. November utolsó napjaiban Akrába látogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, hogy újra nyissa a 30 éve bezárt nagykövetséget. A tárcavezető 2 napos útján tárgyalt a gánai kormány több tagjával is, köztük a külügyminiszterrel, a kommunikációs és vállalkozásfejlesztési miniszterrel, illetve az ország alelnökével is. Szijjártó Péter rámutatott arra, hogy a magyar déli nyitás stratégiája keretében az idei esztendőben 29%-kal nőtt a magyar export a térségbe, az előző év hasonló időszakához képest. A magyar vállalatok 120 milliárd forinttal több bevételre tettek szert, mint az előző esztendőben.
Ezért is döntött a magyar kormány úgy, hogy újra nyitja a gánai nagykövetséget, és megalakítja a gánai magyar üzleti tanácsot, amelytől a magyar vállalatok még nagyobb sikerét várja a térségben. A szervezet a jövőben összefogja a gánai és magyar cégeket az együttműködés még hatékonyabb átétele érdekében. Az új nagykövet Szabó András köszöntő beszédében azt mondta, olyan Gána, mintha hazaérkezett volna. Egy nagyon fontos esemény történt. 2017. november 30-án hivatalosan Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter úr jelenlétében és részvételével hivatalosan megnyitottuk az akrai magyar nagykövetséget. Nyilvánvaló, hogy ezt egy valamilyen szintű jelenlét előzte meg, egy komoly előkészület, de a hivatalos, a politikai szintű megnyitó az a 30-ai estén történt meg. Azt gondolom, hogy ez a 30 év után, miután bezártuk a nagykövetségünket 87-ben, ez egy nagyon komoly lépés a gánai-magyar kapcsolatok tekintetében. Az üzleti fórumon a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Centrum is bemutatta tevékenységét a nagy publikum előtt. Ez olyannyira jól sikerült, hogy az előadást több úgynevezett B2B megbeszélés is követte, ahol a HTCC megismertethette partnerei termékeit és technológiáit a gánai befektetőkkel. Reméljük, az együttműködés nem ragad meg az ígéretek szintjén, és az elkövetkezendő években fellendül a kereskedelem Gána és Magyarország között.